Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata, 102-es kísérlet fizikából. A kinetika a testek mozgásának leírásával foglalkozik, keletkezésükre való tekintet nélkül. Világunkban a testek helyzetváltoztatásai a leggyakrabban megfigyelhető jelenségek közé tartoznak, viszonylag könnyen megfigyelhetőek, ezért először ezekkel kapcsolatos gyakorlati kísérleteket fogjuk elvégezni. Elméleti ismereteink ugye az egyenes vonalú egyenletes mozgásról. Egy anyagi pont egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, ha egy egyenes vonalú pályán mindig ugyanabban az irányban halad, és egyenes egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz meg. A kísérletünkben a Mikola csövet fogjuk használni ennek az egyenes vonalú egyenletes mozgásnak a vizsgálatához. A munkafüzetünkben pedig megtalálhatóak a feladattal kapcsolatos táblázatok, amiket ki kell tölteni. A méréseinkhez ezeket a táblázatokat fogjuk használni. Itt látható előttem ugye a Mikola cső, melyben majd a levegő buboréknak a mozgását fogjuk megfigyelni. Beállítjuk a 10 fokra a csövünket, ezt követően pedig nézzük a légbuborék haladását. 10 fok, beállítom, rögzítem és figyelem. A mérést mindig háromszor végezzük el, és a három mérésnek az átlag eredményét használjuk fel a számolásokhoz. Visszaállítom most újra. Ugye most a másik irányból is elvégezhetjük a kísérletet. Itt fogom beállítani 10 fokra, és a buborék most az ellenkező irányba fog haladni. A mérést tekintve ugye ez is teljesen szabályos mérés lesz. 10 fokra beállítom, és most a másik irányba figyeljük meg a légbuboréknak a haladását, és közben pedig lessük az órát. Harmadjára is elvégezzük a kísérletet. Beállítom 10 fokra, rögzítem, és figyelem a légbuborékot, illetve az órát. Az eredményeket átlagolom, és az átlagokat fogjuk majd a számolásnál használni. A következő kísérletben különböző hajlásszögeket vizsgálhatunk még meg. A feladat leírásunk szerint elvégezhetjük az utat, elvégezhetjük a kísérletet 30 fokos, 40 fokos, 50 fokos, illetve 60 fokos dőlésszöggel. Én most elvégzem ezek közül a 60 fokosat, a többit azt pedig csináljátok meg ti, és ezek alapján majd az adott számításokat töltsétek ki.
Tehát most a 60 fokosat fogom megnézni. Ebben az esetben már elég csak azt vizsgálni, hogy a légbuborék a 100 cm-es utat mennyi idő alatt teszi meg. Jó? Beállítom. Közben már el is indult az óra. Figyelem az órát közben. Jó, odaért. Az eredményt pedig felírtam. Ti is végezzétek el ezeket a kísérleteket. A pontos mérés érdekében mindegyik kísérletet végezzétek el háromszor, és a három mért eredménynek az átlagát használjátok majd a számításokhoz.